Na hellóztok, itt is vagyok egy újabb videóval, méghozzá a The Shadow Maker második epizódjával. Hogyha nem láttátok az előző részt, akkor feltétlenül nézzétek meg előtte azt is, ugyanis az a bevezetés ennek az egész történetnek. Ott tartottunk, hogy megmentettük az előző világunkat, és elkerültünk egy ilyen sivatagos helyre, ahol itt is elkezdtek halványonni a színek, és ezt is meg kéne mentenünk. Úgyhogy a level 4-jel folytatjuk is az ablak. Hát nézzük csak meg, ez mit tud. Szóval itt vagyunk, Shadow barát, gyere szépen rögtön segítsi nekem. Már most látom, hogy ez egyre bonyolultabb és bonyolultabb lesz, nekem egyelőre fogalmam sincsen, hogy hogyan kéne kezdeni. Szóval van egy, először is ezt az ajtót kinyitja, ez egyelőre annyira nem kell nekünk. Viszont ezt a force field-et nyissuk ki mellette, hogyha már át tudunk jutni. Hű, van itt egy B, van egy A, de jó ég, egyre bonyolultabb. Hogyan tudjuk arra ráállítani? Ugyanis nekünk most azt kéne, hogy ez az ajtó nyílódjon ki. Az a baj, közben nem szereztünk fényt. Mi, hogyha ezt most leveszem róla? Ó, aha! Akkor viszont ez az ajtó kinyílik, hiszen ugye ez az A. Lesz akkor most egy fényünk is. Na. A fényel gondolom át tudjuk egészen tolni odáig. Remélem átmegy a kis Shadow barátkánk. Aha, nézzük csak meg. Hát, ilyen messzire sajnos nem tudjuk ellökni, szóval innen nem tudjuk visszaállítani, hogyha egyet közelebb teszem még hozzá. Ó, akkor igen! Akkor viszont igen! Melyik ajtót csukódott be? Jó, most csak kinyitottuk ezt a force field-et, az nekem pont nem a legjobb. Hanem akkor már inkább állítsuk át ide. Ja, hogy ide most viszont ezt nem tudom letenni, mert hogyha ide tenném le, akkor... Igen, akkor sajnos ez így nem hat rá. Nem tudom esetleg tovább terelni ezt a szegénykét, szóval mondjuk, hogy így erről a pleasure plate-ről átmenjen odáig. Így, hogy ezt most ki is ütöm, így most pont rajta van, na. Hú, oké, akkor itt a B-vel kinyitjuk azt az ajtót, ami nekünk nagyon-nagyon jó lenne, igen. Hiszen arra tudnánk tovább, nem, erre van az exit. Hogy jussunk viszont vissza? Hogyha most én leveszem onnan, akkor bezáródik. Jajjaj, ez így nem, nagyon-nagyon-nagyon gondba vagyok, hogyha most leveszem onnan a kis Shadow szörnyetegünket, akkor nem tudok visszamenni ezen az ajtón. Kintódik legalább az A akkor. Vissza tudok szaladni, hogyha ezt így ráteszem. Igen. Oké, okay, kintódott a B. Na nézzük, mi van benne. Ezért jöttünk be, csak ezért, ez így annyira nem jó. Az ára még valahogy vissza kéne húzni. Úr is, ez egy egész történet, Tale of Lincelot. Úristen, ez a hát nem tudom, ez kicsit már hosszú végigolvasásra, 5 oldalas. A Lin megírta a Lancelotos történetre, csak saját magát behelyettesítve gondolom én. Kommentek csak enyhékeztek rá, hogy Lin, te jól vagy? Itt leszünk neked mindig, Lin. Ne számítson, bármit is történik. Ne add fel, Lin, mit mind túl fogjuk élni. Nem áll, ez egy nagyon szomorú történet. Első. Itt is megjelentek az elsőszök. Hát ezzel sem leszünk viszont sokkal erőlébb ahhoz, hogy kiussunk az A-hoz. Hogy a fenébe tudom még az A-t egyszer aktiválni? Melyik volt az A gomb egyáltalán, amivel... Az? Hogy tudnám oda újra visszavinni a Shadow-unkat? Létezik az, hogy egy fényen végig tudnám egészen onnan idáig tologatni? Hogyha mindig mellé teszem? Hát ez nem biztos, hogy elérem, de ez egy próbát megér. Szóval áthozzuk most ide, kinyitódik ez a fal. Elveszük a fényünket. Ja, fényünket igen, elvesszük, aztán átvisszük, nem, először fényt letesszük ide, az egészet elrontjuk, mármint, hogy ez még minden tökéletes, hogy értek, szóval, hogy vissza kell itt menni az elejére, most már itt van a fényünk, megszerezzük innen, áttoljuk oda, tolunk rajta még egy kicsit, kinyitódik ez az ajtó. Oké, fény itt van velem, és innen még azt hiszem, ott egy láda. Hát... Tale of Lincelot. Már megint a Lincelotnak a története, de... Hé, ez nem ugyanaz, amit előbb olvastunk? Nagyon nem. És basszus, ez legalább 70 oldalas. Nem viszont, hogy hiányoznának belőle oldalak, nem? Húha. Hát jó, ezt most nem fogom még olvasni egyesével. Olyan történet, ahol folyamatosan kérdezget tőlünk, hogy hogyan zajlanak a dolgok, és akkor mit tudjuk kiválasztani, hogy látszik a folytatásokat. Hát nem tudom, mennyivel leszünk előrébb a sztoriba, hogyha ezt most elolvassuk, de engedelmetekkel most nem húzám ezzel az időt, hanem inkább próbálok akkor erre rájönni. Szóval szerintem, hogyha innen elkezdem tologatni, akkor egészen az A-ig el tudom vinni őt.
Legalábbis remélem. És kinyílt, ez az, exit. Hú, hát ez már elég bonyolult volt, és ez még csak a közepes nehézség. Na mindegy, menjünk tovább a sivatagba, és van még egy pár szoba nekünk. Azt hiszem most jön az ötös, ugye? Remélem ez itt az ötös lesz. Nem, ez a nyolcas szint. Merrel van az ötös akkor? Van ott is egy rögtön a kezdésünk felett. Gyorsan lecsekkolom azt ugyanis a másik oldalon a hetest láttam. Na igen, itt is van ez a hanyas? Ötös, de jó, distance. Távolság, húha. Szóval van itt nekünk egy ajtó, kinyitva, ezt mi aktiválja ezt az ajtót? Itt már sima kapcsolók vannak, ó, értem. Van itt egy elágazás, kérünk egyet, Shadow barátot. TP. What? Oda teleportál minket a Shadow-unkhoz? Wow! Egyébként a hangeffekt is elég király hozzá. Jó, akkor menjünk vissza egészen úgy, hogy a sarót elhelyezzük ide. És ezt az ajtót becsukjuk. Oké, most átmenjünk hozzá a falon. Jó, most Shadow-unk együtt kijutottunk ide, és még ez az ajtó is aktiválva van. Ezzel át tudtunk jönni. Ó, az csak egy ilyen kis bemelegítő szint volt legalábbis, ilyen ismertető szint azzal, hogy... ez mi ez a kapcsoló itt? Hogy van ilyen TP funkció. Mi ez a kapcsoló? Miért? Ez biztos valami easter egghez, easter egg gyanús dolog, de nem tudom mi ez a kapcsoló, tényleg. Ó, itt van egy gyönyörű kis tó, gondolom ez lesz itt a hatos. Lost Room, igen ez a level 6. Hűha. Itt is van egy TP, na gondolom itt már bonyolultabb dolgok lesznek viszont a TP-vel. Egy újabb chest. Revolution. Nézzük mit írnak benne. Joshua írja. Hey srácok, én tudom, hogy nem nagyon vagytok hasonlóak, mint én, és én ezt teljesen megértem, de itt ülni lenne a sötétségben, és kultúrát készíteni, nekem látom semmi értelmét, gondolom azt, hogy itt írnak. Csinálunk kéne valamit. Szerintem hozni kéne egy nagy változást, valamit, ami minket kivisz innen. Meg kéne győzni erről Dorotit is. Biztos vagyok benne, hogy ő rejteget valamit, rejteget valami fontosat. Ne hallgassatok rá, mi vagyunk a többség. Ó, és van itt egy üzenet, ami nem lett publikálva. Dorotinak a válasza erre? Te tudod, hogy én tudom kontrollálni a tartalmakat, és nem kéne, hogy másokat úgy éreztes, hogy nem biztosak ebben az egészben. Olyan, mint hogyha Doroti ez azzal az emberrel lenne, az az ő valakivel, akiről nem tudunk semmit, de hogy az zár be minket erre a sötét helyre ezekkel az emberekkel együtt, és egyedül olyan, mint hogyha Doroti szeretne csak itt lenni. Na mindegy, ez majd még gondolom később ki fog terülni. Lesz itt egy fényünk is, ezeket nem sosem árt, ha felvesszük. Szerintem, hogyha... hogy tudjak én oda átjutni egészen? Teleportálni kéne hozzá? Mert hogy erre ajtó nincsen, az egészen biztos. Mi van, hogyha először csak simán átlököm ezen a falon a kis barátunkat? Oké. Mi nyitott ki? Kinyitotta azt az ajtót. De mi van azon az ajtón túl? Nem tudom megnézni, csak akkor, hogy oda teleportálok hozzá. Innen nem tudom elérni a teleportot, mi? De kellemetlen. Át kéne vinnünk a Shadow-unkat. Jó, azt hiszem megvan, hogy mit csinálunk. Szóval átvisszük így a Shadow-t, és aztán megint átlökjük így. Aztán megint átlökjük így, remélem nem rontam el az egészet. Oké, és még egy kicsit lökünk rajta, ott jó lesz. Visszük persze a fényünket is. De hogyha most oda teleportálok, akkor az az ajtó be lesz zárva, nem? Vagy nyitva lesz? Fogalmam sincs igazából. Teleportálják oda? Valahogy vissza kéne juttatnunk majd a Shadow-t. Ó, értem! Jó, itt vagyunk a Shadow-nál. Aha. Ezt az ajtót, ezt ki kell nyitni, azt pedig nem máshogy tudjuk, mint sem, hogyha ugyanúgy, ahogy ide hoztuk, visszatologatjuk a árnyék barátunkat. Jó. Még egy kicsit arra ellökjük. És itt van ez is. Information. Ezt is Joshua írta. Dorothy, nem kellett volna publikálnod azt. Jelenleg is tudom, hogy te nem tetted volna egyébként sem. De én válaszokat szeretnék. Miért nem tudhatják a többiek az igazságot? Mit rejtegetsz előlünk? Hol vagyunk mi? És
ezt se publikálta. A Dorothy viszont azt válaszolta rá, hogy higgy nekem, nem akarod tudni az igazságot. Én vagyok az egyetlen, aki titeket megvédhet. Úristen, ez a Dorothy az egyre ijesztőbb. Meg ez az egész sztori kezd egyre furább dolgokat felvenni. De mindegy, mehetünk is tovább. Ez a szoba is készen van. Most már akkor csak a 6-os volt. Nem, ez volt a 6-os. Akkor menjünk a 7-eshez. És aztán van még ezen kívül itt egy 8-as is. De szerencsére már tudjuk, hogy hol van a 7-es, 8-as. Úgyhogy mégis ebben a sorrendben. Egyébként az is tök jó dolog, hogy nem kell sorrendbe csinálni őket. Szóval olyan, úgy csináljuk igazából, ahogy kedvünk tartja. Várjunk, ez volt a 8-as, mi mentem be? Menjünk akkor, kezdjük először a 8-assal. Ha már itt vagyunk. Ez mitől ilyen furcsa kékes? Tartsd lenyomva a jobb klikket ahhoz, hogy készíts egy instabil árnyékot dark materből, tehát ilyen sötét anyagból. Hogy? Tehát, hogyha ezt így fogom, akkor mit tud ezt csinálni? Tehát, hogyha ezt lenyomva tartom, akkor... Van itt egy ilyen kis instabil shadowunk, de hogy ez miért jó? Ezt, tehát ezt ki tudjuk lőni? Ezt nem tudjuk mozgatni? Ezt nem tudjuk mozgatni. Ezt csak ki tudjuk lőni egy helyre, és aztán az eltűnik. Wow, oké. Szóval kapunk egy dark matter-t, és miért jó ez nekünk igazából? Szóval, ha most ezt ide lövöm... Jó, ezzel kb. Magunk alá lőjük, ez hülyeség. Ezt ide lövöm, oké. Addig, ameddig ez el nem... Ha egy újabb dark matter-t szerzek, akkor az azonnal eltűnik az előző. Pedig azt hittem, ezzel át tudunk menni. Vagy mégsem? Csak rosszulkat adtam rá. De hogyha egy újabb dark matter lesz nálunk, akkor azonnal eltűnik az előző. Pedig muszáj vagyunk így átmenni, na mindegy. Ezt itt leteszem. Oké. Átmegyek. És mit tudok én itt kezdeni? Majd gondolom, hogyha az onnan eltűnik, akkor majd kinyit egy nekünk egy újabb ajtót. Valamerre erre az exitet is kinyitja, meg ezt a másikat is. Ó, erre mi volt? Úristen, mi ez itt? Jó, hát átmegyek, megnézzük, mit tud. Három dark matter-t is kapunk. A, B, C. Mind a három ki van nyitva, A, C. Oké. Ez nagyon köcsög ez a rész, már most látom. Szóval jó sorrendbe kell lehelyezni, mert ahogy eltüneteznek, úgy fogják kinyitogatni nekünk az ajtókat. Először az A-t, C-t kell aktiválni, tehát az A, C-re, hát minden háromra rátesszük majd gondolom. Úgy kell, hogy a C tűnjön el legelőször. Jó, akkor lehelyezek először egyet a C-re, aztán lehelyezek egyet az A-ra, és végül egyet a B-re. Oké, és a C el fog tűnni, és a B lesz aktiválva, ugye? Oké. És végül a B-t is ki kéne kapcsolni, és csak az A-nak kell, hogy ott legyen. Te kellemetlen. Szóval akkor a C, B, A, CBA. Ez nem egy szponzorizált videó, csak simán így jöttek most ezek a számok, vagy betűk a számra. Oké, és végül az B is kinyílik. Na itt van egy újabb. Stop it! És van egy D. Mi a szar? Hogyan tudunk erre sorolt felvinni? Stop it, Aiden. Hey, én Aiden vagyok, és én nem a többiekhez beszélek. Én tényleg hozzád szólok, aki itt a chest előtt, tehát a láda előtt áll, és olvassa ezt a szöveget. Joshua elmondta nekem, hogy mi történt. Te megpróbálsz minket kinyírni. Mindannyiunkat. Megpróbál lerombolni az utolsó reményünket a szabadságra. Talán te szeretnéd látni, hogy megadjuk munkat. Az egyetlen, amit szeretnék kérdezni tőled, hogy miért akarod ezt csinálni velünk? Mi az oka ennek? Nem tartasz attól, amit csinálsz? Hogyha nem, akkor fejezd be, most! Te is be vagy ugyanígy szorulva itt lent, mint ahogy mi is. Te már jelenleg is megölted Alant, Inétet és Dovdilt. Kérlek, lépj velünk kapcsolatba, és próbáljunk egy megoldást találni erre a problémára. Micsoda? Azt hiszi, hogy ellene vagyok? Ez Joshua miért? Jó, valószínűleg azért, mert a 8-as szintet csinálom most, és nem pedig a 7-eset. Valószínűleg ott a 7-es szintben Joshua valamiért ellenünk úszította a többieket, és létezik az, hogy véletlenül megöltünk volna már 3-at is ezek közül. Mert hogy mi nem akarunk velük semmi rosszat. Nem is tudtam, hogy hatással vagyunk rájuk, de úgy látszik akkor mégis. Hogy tudom ezt a D-t aktiválni? Nem láttam sehol se D kaput. Na mindegy, menjünk tovább. Már csak a 7-es van hátra, ahonnan megtudjuk, hogy akkor tulajdonképpen mi is ez a nagy úszítás.
velünk kapcsolatban. 9-es! Wow! Volt itt még 9-es is, jó? Mi ez a gomb? Mi ezek az elrejtett hülyességek itt? Csak a dekoráció része? Waypoint, na most egyre kíváncsi vagyok, hogy mi folyik itt? Mi folyik itt a háttérben? Mi ez a nagy úszítás? Jó, van itt egy Ankh. Van itt egy Shadow pajtás. Egy fény. És egy TP. Ó, ott egy chest, már megint fent. Hogyan tudok oda feljutni? Az A-val azt tudom, azt sem látom, mit nyitok ki tulajdonképpen az A-val. Lol, viszont van egy ötletem ezzel a TP-vel. Nem tudom, hogy ez szükségünkre lesz arra, hogy kiussunk itt erre felé, de talán fel tudjunk itt menni ezzel. Ó, de még mennyire, és oda TP-zek, és hoppá, hoppá, hol vagyok? Feljutottunk egészen a ládáig. Na nézzük. Hol vagy? Az a szöveg, Anamér írja. Ti mindjárt tudjátok, hogy Ella, Daufdil és Ian Te, hogyha jól lejtem a nevüket, nem posztoltak mostanában semmit. Természetesen Lin se volt túl aktív mostanság, de ő legalább ezt a csodálatos szöveggalandot írta le egy pár órával ezelőtt, gondolom ez a Lin, ez a Lancelot, amit írt. De én szerintem nem terveznek ők mostanában semmi szofisztikáltat. Nagyon aggódok, hogy valami baj történt velük. Igen, mi már tudjuk is, hogy akkor egy szobával később ők már halottak, elvileg. Hogyha jól vagytok, akkor kérlek, posztoljatok valamit ez alá, a poszt alá. Zayden posztolt, meghoz azt, hogy igen, ő sem látta őket már egy ideje, és nem hiszem, hogy valami baj történt volna velük. Az Ilannak az utolsó posztja nagyon furcsa volt, mint hogyha ő megpróbált volna figyelmeztetni minket valamire. Anamér válaszolt rá. Tényleg? Én nem tudtam, hogy ez bármit is jelentett volna, te tudtad dekódolni a szöveget? Ja, gondolom, azokat a furcsa jeleket, azokat a számokat, amiket egy halomba találtunk, nem tudtunk megfejteni, hogy az mi az. Lin válaszolt rá, hogy nem, én se tudtam szintén, de Joshua úgy tűnik, mintha rájött volna, amit jelentett, és teljesen kiborult. Joshua csak annyit válaszolt erre, hogy én nem beszélhetek arról. Nem tud erről beszélni, de miért nem tud? Azért, mert megfenyegette előbb a Dorothy, vagy mi? A Suniva, akit eddig még nem is láttam én, azt írta rá, hogy nem kéne foglalkozunk ennyire a többiekkel, ők biztosan rendben vannak, és hogy inkább folytassuk ezt az írogatást itt a benne a sötét világban, hozunk valami kultúrát ide. Én tudom, hogy te vagy a kapitánya ennek a területnek, ugyanúgy, ahogy Ila is, miért nem foglalkoztok akkor ti velük inkább? Suniva erre azt válaszolta, hogy én nem mondtam azt, hogy nem érdekel Ila, csak annyit mondtam, hogy jobb lenne, ha arra fókuszálnánk, ami a fontosabb dolgok. Erről Joshua azt válaszolta, hogy ó, bocsánat, Ila nem fontos? Hát, akkor most mi lesz itt? Összevesznek nekünk? De mindesetre elég zavaros volt ez a szöveg is, de egy kicsivel megint többet és többet tudunk a történetről. Hű, nem tudom, mire fogunk kiukadni, de egyelőre valahogy vissza kéne vezetnünk a kis árnyékunkat arra a pontra, amit én most fogalmam sincs, hogy ezt hogyan fogok csinálni. Talán, hogyha... Ha most őt ideállítom... Hol van? Ha most őt ideállítom, itt ezen át tud úgy menni, hogy nem hal bele? Hol a fényünk? Így. Ó, de még mennyire, hogy át tud menni. Akkor viszont talán mi is át tudnánk teleportálni hozzá. Nézzük csak meg. TP. Oké. Itt vagyunk, most akkor erre rá is tudjuk állítani. Mit aktivizált ez? Eljutottunk ide egy gomb, amivel ki tudjuk nyitni ezt. Erre van itt valami? Ide, ezt ide elhelyezzük. Ezt ide így felállítjuk. Oké, most remélem az ott teljesen felment. És ezt a fényt igazából innen el is veszem, hogyha még egy kicsit feljebb talán úgy. Oké, most már biztos, hogy fenn van. És akkor most, hogyha ezzel át tudok menni, akkor... Fú, nem merek ezen az ajtón átmenni, mert rám fog zárolni. De muszáj átmenjünk, hiszen ott van a teleport. Oké, itt vagyunk fent. Hú, oké. És merre? Erre itt át tudok ugrani vajon? Úristen, nem tudom, mi legyen. Most szemjük el itt átugrani. Ne!
Nem sikerült. És akkor még probléma nincsen. De hogy jussunk oda fel? Visszateleportálok. Hol vagyok? Itt erre tovább nem tudok menni, mert beütöm a fejemet. Megint ezzel a shadowval kéne valamit hülyéskedni. Mondjuk ide teleportálom, akkor leesik? Lehát. Yeah. Hogyha egyszerűen csak ide állítom, és ide teszem ezt a fényt, akkor ő... arrébb megy, de nem hiszem, hogy eléggé. Menjél még egy kicsit arrébb. Jó, most leesett valahová. Végülis azt szerintem egész jó hely, ahol most van. Próbáljunk oda teleportálni. Bam. Hol vagyok? Azaz, sikerült átjutni ezen. Hű, és itt van, ez az exit már? Aha. Ez itt az exit, de ott volt ez a láda. Hogy menjek el oda? Odaig a ládaig el kell jussak. Oké, okay. Future Generations. Na nézzük, mi van ebben. Anamér írta. Oké, kezdek egy egész szép kis társaságot kialakítani itt. Mert ha ezt később valaki látni fogja, akkor büszke lesz ránk, amit csináltunk. Ah, most ezek annyira nem érdekesek. Azt akarom megtudni, hogy hogy halt meg az a három ember, akire azt gondolják, hogy halott. Lén azt írta rá, hogy érdekes ötlet, de nem hiszem, hogy bárki is fog, lesz olyan hülye, hogy be fog ragadni ide hozzánk. Hát, mi például most pont ilyenek vagyunk. Joshua válaszolt erre, hogy hát lehet választani, hogy az ember beragad ide, vagy inkább feladja a lelkét, ez a te döntésed. Erre Lin úgy válaszolt, jó, nem úgy gondoltam, csak már nem emlékszek az okra, mindegy. Aiden azt mondja, hogy az egyedüli emberek, akik itt valóban kultúrát tudtak teremteni, az Inét volt, Dolphy és Lin. Erre Lin visszaérte neki, hogy thank you, jó, köszi szépen. Sunnyma erre visszaérte, hogy mindenki hozzájárul a kultúra fejlődéséhez, minden egyes poszttal. És kb. Ennyi szerintem. Hát ebben se tudtuk meg, hogy mi van azzal a három emberrel, akire azt gondolják, hogy halott. Na mindegy, menjünk tovább ez az utolsó szinthez, ami most már nekünk itt a 9-es ezen a területen. És valószínűleg ennek a területnek ez az utolsó része. Mik ezek a kapcsolók itt? Szóval élve eltemetve. Na, ez a szint már most jól hangzik. Hű. Szóval van itt egy chest. Sunnyba írta, nincsen hozzá tárgy. Na nézzük. Hogyha te tényleg nagyon szeretnéd tudni, hogy mi folyik itt lent, akkor keresd meg a második írásomat való ebben a szobában, Sunnyba. Igen, Sunnyba, nagyon szeretném tudni, hogy mi folyik itt most már végre. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra a második írásodra. Mi van itt? Hol lehet a chest? Az érdekel most engem, leginkább nem is a pályának a vége, hanem inkább már a sztori kezd jobban érdekelni, mint sem az, hogy hogyan lehet ezeket a pályákat megfejteni. Először is, mit tudunk itt ezzel kezdeni? Ha ezzel ráállunk, mi van itt lent? Mi nyitunk ki ezzel? Jó, ezt az ajtón nyitjuk ki, ó. Oké, és hogyan tudok átjutni oda? Itt egy shadow pajtás. Oké, ezt ide biztos, hogy ráállítjuk. Ezzel ugyanis kinyitjuk ezt az első kezeti ajtót. Mi volt itt fent? Ott van egy ilyen Dark Matter-ös shadow. Azt se ártana megszerezni. De innen nem tudom elérni még. Semmilyen módon, ugye? Jó, akkor vissza ide az elejére. És akkor... Hú, bakker. Hogyan ugrálgassuk itt? Csak simán ráállítom erre a shadowra így. És itt nem tudok kijutni? Létezik ez? Bakker! Mire lesz jó nekünk ott az a TP? Az, aki ne valamit kezdeni, mert az a baj, hogy... nem tudom innen se rápottyantani erre a pressure plate-re sehogy, ugye? Úristen, csak most esik le, te jó ég! Hát miért csak most esik le? Hát ugrás közben kell aktiválni ezt, és akkor fog pont oda pottyanni középre. Te jó ég! Hát ez miért csak most esett le, te jó ég! Na mindegy. Szóval átjutottunk, oké. Van itt esetleg valami? Itt át tudjuk tologatni egészen az A-hoz. Így. Oké. És ezzel vissza tudunk jutni, ez baromi jó. Innen muszáj lesz nekem oda tépéznem hozzá. Vagy esetleg nem tudom át...
lökni mondjuk valahol itt ezen az oldalon? Ez mégiscsak egyszerűbb lenne, hogyha innen kéne átlökni. Így. Picit még tolok rajta. Oké. Okay. És most épézek. Na nézzük, hova jutunk. Ó, oh, de itt vagyunk, szuper, itt vagyunk a Dark Matternél. És ez egy Dark Mattert adott összvisz. Mindegy, ezzel már ideig ki tudok innen jutni. Oké, okay, és... úristen, visszajussunk ide az egészen az elejére. Oké, okay, most innen rápottyant. Oké, okay, ráállítjuk erre is. Átcsöbét egyszerre kell... Mi? Ja, bakker! Mondjuk nincsen veszve semmi. Csak nem kellett volna leszenni róla. Azt a shadow-t, tehát hogy így vissza kell ezt itt tologatni. Oké. Okay. Hát, és a B-t egyszerre aktiváljuk. És aztán lesz itt benne egy olyan ajtó is, hogy csak a B-t kell aktiválva tartani. Jó, először csak tegyük le, ne bonyolítsuk. Csak tegyük le ezt ide. Oké. Okay. És ez így ki van nyitva, ez tök jó. És ez egy ideig ki is lesz nyitva. Na, bemegyek. Következőnek viszont... nem szabad, hogy az A aktiválódva legyen, mert csak akkor tudunk tovább jutni. Arrébb kéne tolni most valahogy még ezt a... Shadow-ongat, de ezt innen már nem tudjuk eltolni. Erre felé van még valami? Az biztos, hogy ezt ki kell ezzel nyitni. Tehát mert ide lepottyantom. És át kell tologatnunk akkor... Jaj, ne így! De, hat rá fény, de jó! Oké. Okay. És ezzel most mindenkettő ki van nyitva, és hamarosan az eltűnik. És akkor már csak a B lesz aktiválva, az A pedig nem. Azaz, és kitudik ez az ajtó. És itt van az exit, és itt van egy... Mi ez? Mi ez a C, E, F, D? Úristen, mi a szar van itt? D, F... Oh no! Oh no, ezek még az el... Létezik az, hogy valamit az előző szinteken kellett aktiválni? Igen, ott volt egy D. Mert gondolom az a chest, amiről beszélt, hogyha szeretné tudni itt, hogy mi történik, az ezek mögött lesz elrejtve, ez egészen biztos. És először a D-t és az E-t kell aktiválni. Hát egy shadow-unk még van, ezt még ide tudom hozni. Tehát ezzel egy D-t aktiválni tudunk, de most kéne még ide egy E. Ah, fene egye meg! Ha az előző szinteken le tudtam volna helyezni mondjuk a D-re is egy shadow-t, akkor már elég lenne csak az E-t benyomni, és akkor ezzel be tudnánk oda jutni meg. Akkor ezek szerint el volt rejtve még egy F is, meg egy C is, meg egy E is. De azok még azt sem tudom, hogy hol vannak, szóval ezzel most nem, inkább nem próbálkozok. Nagyon-nagyon érdekel, pedig nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van e mögött és a mögött az ajtó mögött. Mit írt le abban a könyvben? Hát azt hittem, hogy egy kicsit könnyebben lehet eljutni hozzá. De mindegy, reméljük még, hogy a többi történt Fosztlányból, viszont ezért körvonalazni tudjuk, hogy mégis mi ez a helyszín és hol vagyunk. Minden esetre azt már csak a következő epizódokban, ugyanis ezzel teljesítve van ez a szoba is, és szerintem itt igen, ez az egész sziget. You brought back all colors. Itt is visszahoztuk az összes színt, ez egy elég jó zárás. Nem volt, gondolom nem volt egyszerű, hát valóban nem. Most már csak egyetlen egy sziget, vagy világ van hátra. Meg tudod csinálni a fényeddel. Oké, okay, minden esetre akkor nézzük is a következő szigetet, viszont akkor azt már csak a következő videóban, úgyhogy ott találkozunk, folytatjuk is tovább a Shadowmaker nevezetű pályát, addig is pedig minden jót, és sziasztok!